De egyébként mindig örülök, amikor Gyulán vagyok. És ezt nem a kamerának mondom, hanem belülről így érzem. Mint ahogy bár városi embernek születtem, és az is vagyok, nagyon-nagyon szeretek mindig is vidékre menni. És ott emberekkel, lehetőleg sok emberrel találkozni. A tevékenységemből kifolyólag ez sokszor előfordul, és szeretem. Tehát legyen az országnak az északi, a dél, keleti, a bármelyik csücske. Ott szeretek megismerni embereket, szeretek szeretni embereket. Nagy szavakat nem használnék, hogy a második otthonom, de azért az utóbbi években nem ritkán éreztem úgy, hogy hazajövök ide. És ez köszönhető nyilvánvalóan a szép apámnak, vagy az ő emlékének. És mindennek, ami ezt a kultuszt körülveszi. Legyen az tárgy, legyen az épület, legyen az sok-sok ember szeretete, vagy éppen kritikája. De meghatározó mindenképpen az életemben. Tehát mi település is, Gyula. Most ilyenkor kötelességszerűen illik hozzátenni, hogy és Budakeszi, mert oda is nagyon szeretek kijárni, és ott is komoly nyomai vannak Erkel munkásságának. Igen. Nem voltam ezzel mindig tisztában, de ahogy az ember idősül, úgy egyre inkább megkerülhetetlen, és érzi az ember annak a nem súlyát, hanem megfelelni vágyását. Inkább így mondom, hogy megfelelni vágyását, tehát nem kényszerként élem meg, hanem szeretném lehetőség szerint, ha már így alakult, akkor minél jobban csinálni, minél jobban tenni a dolgomat. Ami egyébként egyáltalán nem csak hozzá kötődik, hanem általában a zenei vonatkozásban, de ha nem a zenéről beszélek, akkor minden vonatkozásban, az emberi kapcsolataimban, tevékenységemben, a munkámban, a családomban. Itt nincs sorrendiség, csak ami eszembe jutott, mondom. De megkerülhetetlen, tehát rányomta a bélyegét, igen. Ez kisgyerekkoromtól kezdődően szoktam emlegetni édesanyámat, aki mondta annak idején, amikor egyszer-egyszer hallottuk a himnuszt, akkor még hallottuk, mert énekelni nem annyira, hogy azért azt tudjad, fiam, hogy amikor a himnuszt hallod, akkor az a szép apád komponálta. És ez persze jó leső érzéssel töltött el, és most meg, ha egy kis öt generációval arrébb ugrunk, akkor most az tölt el jó érzéssel, hogy mondjuk hetekkel ezelőtt a Tokiói olimpián az ő eredeti himnusza hangzott el, és ehhez én hozzátehettem mondjuk az elmúlt 20-25 évben valamit, vagy küzdhetek érte, és ez tényleg jó érzéssel tölt el. Ez egyfajta linearitást ad a dolognak bennem. És talán így hiteles is. Én nem a klasszikus értelemben vagyok zenész, hanem picit több vagy szélesebb spektrumban tudok látni összefüggéseket, emberi kapcsolatokat, folyamatokat. Tehát magyarul azt gondolom, hogy azokat a feladatokat, amit kaptam az élettől, azt többé-kevésbé becsülettel tudom működtetni, és ez biztos, hogy visszavezethető erre a dologra, hogy a közismeret azért az izmosabb volt gimnáziumunkban. Én azt gondolom, hogy kezdettől fogva a zene az meghatározó volt. Tehát én 7 éves koromtól cselloztam. Ez úgy történt, hogy első általános iskolában bejött az énektanárnéni, és megkérdezte, hogy
szeretnék fölmérni, hogy ki milyen hangszert szeretne tanulni. És akkor én lelkesen hazamentem, és közöltem édesanyámékkal, hogy a csellót választottam. Utóbb derült ki, hogy a legnagyobb, még cipelhető hangszert sikerült kiválasztanom, és aztán ehhez hű is maradtam tulajdonképpen egészen sokáig, egészen fiatal felnőtt koromig. Ezt azért mondom, mert ahogy már említettem, ifjúsági zenekartól kezdve, aztán a gimnáziumban is végig zenekaroztam, aztán most a Lokmányi zenekarnak hívják az eredetileg a budafoki ifjúsági szimfonikus zenekar volt, annak voltam tagja másfél évig, és ez a zenekar szeretete, ez meghozta azt, hogy belső kényszeré vált, hogy 21 éves korom után egy pár hónappal megalapítottam a Karitas kollekció kamerazenekart a feleségemmel együtt, és ennek ides tova 34 éve körülbelül. Az, hogy karnagy leszel, az teljesen tudatos választás volt? Azt hiszem, hogy azzal idejekorán szembesültem, hogy bár nagyon-nagyon szerettem a csellót, nagyon szerettem a zenekart, de az mondjuk úgy, hogy a gyakorlási lustaságomból fakadóan, mert azt mondták, hogy általában, hogy tehetséges voltam, de ebből a lustaságból fakadóan nem gyakoroltam elegendő mennyiségűt, és ez biztos, hogy nem lett volna elég arra, hogy én megfelelő, tehát saját igényeimnek, vagy saját elvárásaimnak megfelelő hangszeres zenésszé váljak. És ilyen formán adódott a dolog, hogy viszont azok a fajta készségek, vagy képességek, vagy ez nagyon furcsa, vagy nehéz erről beszélni, de azt gondolom, hogy az emberekkel viszonylag jól tudok bánni. Tehát nem manipulálni, hanem bánni. Nagy különbség. És ez viszonylag idejekorán föltűnt. Azt abba az irányba, ez nagy szó, hogy predesztinál, de mégiscsak tolt, hogy talán ez jó lehet. Tudni, mondjuk, hogyha a karnagyi pályáról beszélünk, akkor annak a maximum a fele szakma, a másik fele az pszichológia, emberekkel való, olykor emberek tömegével való bánni tudás művészete, ha úgy tetszik. Például egyébként visszautalva a nem annyira kellemes katonai élményekre, egy időben sok minden voltam életem során, és többek között így vöröskeresztes ilyen elsősegéd tanfolyamat is elvégeztem, és ennek nagyon jó hasznát vettem a seregbe, mert a legkeményebb téli hónapokban az egyébként kibírhatatlan stílusú sebész, orvos, katona orvos mellett, aki mellett nem lehetett megszólalni sem, éppen csak megtűrt maga mellett valakit, de legalább megtűrt, és az azt jelentette, hogy nem a nagyon hideg körletben kellett töltenem a legrosszabb hónapokat, hanem a gyengékedőn ilyen alsegéderőként. És ott rögtön az elején voltak olyan tapasztalásaim, ami az emberség kipróbálásához segítettek. Tehát most egész konkrétan volt egy olyan katonatársam, aki ilyen önveszélyes gondolatokat táplált magával kapcsolatosan, és emlékszem, hogy volt egy talán szombati nap, amikor délután 00:30-kor leültünk beszélni, és este 22:00-kor még beszélgettünk. Tehát nagyon sokat beszélgettünk vele, és nem állítom, hogy én mentettem meg az önbeszélességtől, de mindesetre megnyugodott, és elállt attól az eredeti szándékától, ami rosszban is végződhetett volna. Tehát ez például egy nagyon erős emlékem erről az időszakról. Ez az emberekkel való bánni tudásnak a példája szeretett volna lenni, de hát nyilván zenekarba vagy együttesnél nem potenciális öngyilkos jelölteket kell megmenteni, de azért ott nagyon sok árnyalata, sok szintje van az, hogy,
hogyan kér az ember, hogyan vesz rá az ember, még mindig nem manipulál, csak rávesz olyanra, amit ő esetleg nem tud, hogy jó neki, vagy jó lesz neki, vagy mi az oda vezető út, azt megmutatni. Szóval ez egy elég összetett emberi játszma, ha úgy tetszik, de mondom, azt mindig igyekeztem elkerülni, hogy manipuláljak embereket. Tehát persze bizonyos szituációkban egyfajta dominanciát fel kell mutatni, és egyfajta terelést azt föl kell mutatni, de mindig igyekeztem ezt az éppen aktuális zenésztársaimmal, muzsikus társaimmal, énekes társaimmal mellé rendelt formában megvalósítani. Tehát mondjuk, ha csak annyit mondok, hogy az első szlogenem az 31-nehány évvel ezelőtt az volt, hogy a zenekarban, amikor megalapítottuk a kamarazenekart, hogy egyes egyedül az én hátamon lehet fát vágni. Tehát így álltam hozzá, és akkor tulajdonképpen ez azért volt jó, mert nem ért meglepetés a továbbiakban. Tehát nem volt olyan elvárásom, hogy engem bármilyen följebb tegyenek azért, mert én állok ott elől. Vezető típus vagy ezek szerint? Most már azt próbálom merni mondani, hogy igen, talán. Igen. Mindig van egy a kötelezőnél nagyobb bizonytalanság, de szerintem addig jó, amíg az emberben van valami bizonytalanság afelől, amit csinál, mert akkor próbál mindig kontrollálni, visszacsatolni, de igen, tehát azt, most már azt merem mondani, azért a sok területen fordulok meg, és azt merem mondani, hogy igen, talán igen. Szó volt a katonaságról, és szó volt a gyerekkorról, illetve fordítva, szó volt a gyerekkorról, és szó volt a katonaságról. Egyfajta burokban, sőt, hát egészen egyértelmű burokban nőttem föl, egészen 18 éves koromig, ahol egyik pillanatra másikba bekerültem a katonasághoz, és az egy hihetetlen durva közeg volt. Tehát most Pilinszkit említetted az imént, ő le tudta írni sokszor a kegyetlenség fájdalmát, sokféleképpen. Az számomra egy akkora arcúcsapás volt az a katonai közeg, tehát én akkor elhatároztam, hogy soha, tehát hogy a sajátjaimért mindig mindent megpróbálok megtenni minden erőmmel, de soha nem másokon keresztül. Tehát ezt például ott nagyjából 19 éves koromra eldöntöttem, és ezt többé-kevésbé, sőt, hát nem többé-kevésbé, azt gondolom, hogy ezt viszem azóta is, hogy amit lehet, és ami emberileg is összehozható, és kifér a csövön, ahogy szokták mondani, azt az ember megpróbálja megteremteni, de soha nem másokon keresztül. Ha ilyen életválság pontjairól beszélünk, akkor azt szoktam mondani, és erre részben már utaltam, csak még nem csatoltam vissza, hogy nagyon korán megnősültem, és utána derült ki, hogy az életemben minden sokkal korábban következett be, mint ahogy általában ma ezt egy fiatal embernél, egy középkorúnál, egy idősebbnél van. Nem tudom, hogy a végkifejlet mi lesz, de ha azt mondom, hogy 23 éves voltam, amikor megszületett az első fiam, a mai napig borzasztó örömmel emlékszem rá, de viszonylag mai fejjel nézve ez korán volt, de ez teljesen nem van. 4 éve rá a második fiam, és akkor ami nagyon kemény volt, az a 2000-es évek fordulóját tudom mondani, tehát ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, 3-4 éven belül mind a két szülőmet elvesztettem, egy nagyon hosszú
részben leépülési, részben betegségi folyamat után. És hát ezt még azért eddig kamerába sosem mondtam, illetve egyszer utaltam rá. És pont Gyulához kötődik. Elmondhatom? Amikor megtisztelt tavaly a testület Gyulaváros kultúrájáért díja, akkor történetesen velem együtt a itt működő Gyulai Szklerózis Multiplex csoport is kapott egy díjat, és azt hiszem pont közvetlenül előttem vették át. Annak rendje módja szerint megköszönték a díjat, a laudációt, és akkor én következtem. És hát én a kulturális tevékenységemért kaptam ezt a díjat, de az utolsó pillanatban azt mondtam, vagy azt gondoltam, hogy nem tehetem meg azt, hogy nem gratulálok érintettként a Szklerózis Multiplex csoport hősies és olykor emberfeletti munkájáért. Tudnélik, nem sokkal a szüleim elmenetéle után szembesültem azzal ilyen több fázisban, hogy olyan betegségjeleket mutatok, amit elkezdtek vizsgálni, és gyakorlatilag ezt állapították meg. Ahhoz képest, hogy mondták, hogy akár 5 év múlva már tolószékben is ülhetnék, akkor azt mondom, hogy óriási szerencsém van, hogy ez nem következett be. Jó orvosaim voltak és vannak, és igyekszem, tehát ezt eddig azt gondolom, hogy nem nagyon tudták rólam, igyekszem ebből nem reklámot csinálni, vagy mindenki tudtára hozni, de azért kemény belső nem harcaim, de küzdelmeim vannak olykor magammal. Mondjuk egy apróság, hogy 3 naponta szúrom magamat például megfelelő gyógyszerrel. Ennek vannak hatásai, mellékhatásai, egy időjárásváltozás, egy évszakváltozás, ezért az nagyon komoly módon tud befolyásolni. De azt gondolom, és itt van például a zenének hihetetlen ereje, ezt szokták okos emberek korábban leírni, hogy a zene az valami olyan adomány vagy áldás, ami nagyon-nagyon sok mindenen átsegít. Tehát nem passzív módon, hanem nagyon is aktív. Tehát hogyha teszem a dolgomat, mindegy, hogy egy kórussal, egy másik kórussal, egy zenekarral, egy társaságért, vagy a Magyar Kórus Szövetségért, akkor az leköt, feladatot ad, és olyan visszacsatolásokat eredményez, ami gyógyító, ha érthető, amit mondok. Tehát én azáltal, hogy a hiátusaimat megpróbáltam betömködni tevékenységgel, és ez az elmúlt, az első 10 évnek még nem mondanám a tapasztalásának, tehát amióta tudom ezt a betegséget. De a második 10 évnek a tapasztalása, hogy ha én teszem a dolgomat, és úgynevezett tevékenységterápiát készítek magam, tehát feladatokat csinálok, feladatokat vállalok el, akkor annak kapcsán az adott feladat is, és a körülötte összegyűlő emberektől is hihetetlen mennyiségű szeretet, vagy inspiráció, vagy pozitív visszacsatolás érkezik. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta körforgás, jó fajta körforgás, ami nem hogy életbe tart, hanem egészen egyensúlyba tart. Tehát nem ott tartok, ahol akár tarthatnék is a korabeli orvosi leírás szerint. Ennek persze aztán vannak
stációi, és nyilvánvaló, hogy az emberi élet, hogyha most már itt a családi életről beszélek, 31 néhány év alatt, amit így együtt megéltünk, tartalmaznak mélypontokat is, de azt gondolom, hogy a gyermekeink megléte, megismételhetetlensége, az olyan muníciót ad az embernek, meg feladatot egyébként. Szoktam tréfásan emlegetni, hogy jócskán több mint 30 esztendeje gyereket nevelünk, mert hát a két nagy az már kirepült, de hát a kicsi az még mindig, már nem olyan kicsi, de még mindig rászorul az ember gyámolítására, figyelmére, egyebekre. Szóval hiába van adott esetben mélypontja, akár egyik, akár másik félnek egy kapcsolaton belül, ezek a leszármazók egyrészt meglétük, másrészt a jól választott feladatok nagyon-nagyon sok mindenen át tudják segíteni az embert. Amikor arról beszéltem, hogy ő elvált 1861-ben, vagy 60-ban, akkor annak, tudom, hogy nem derült ki még, de az nyilvánvalóan nem primer érdeklődés volt, vagy tehát primer érdekelt a dolog, hanem egy élethelyzetet próbáltam megérteni, hogy mi vitte rá őt, vagy... És nyilván valamilyen párhuzam felmerült az emberben, ami miatt ez jobban kezdett érdekelni. Tehát nyilvánvalóan eloszlatnám azt a felvetést, hogy egy hiba nélküli gyerekkor után, egy hiba nélküli fiatal felnőtt, és így tovább, hanem voltak, meg hát vannak is az embernek mélypontjai, objektív és szubjektív okokból, de azt gondolom még egyszer, hogy ha az ember értelmes emberhez méltó, és a köz számára is eredményt okozó feladatokat vállal és visz végig, akkor az őt is egyensúlyba tartja, a környezetére is talán pozitív hatással van, és a divat rendkívül gyorsan föladni dolgokat. Most nem akarok példákat hozni, hiszen mindenki tudja, de rövid idő, rövid szavatossága van nagyon sok mindennek. Most humorizálhatnék azzal, hogy a gyerekeim állandóan cikiznek a régi telefonommal, hogy nem azonnal gondolom, hogy ki kell cserélni bármit is. De ez az élet minden területére igaz, hogy kicsit több kitartással, egy kicsit alaposabb végiggondolással, egy nem kevés önalárendeléssel, mert erre sem, vagy erre is egyre kevésbé vagyunk képesek, azt gondolom, sok mindennek elejét lehet venni. És igen, nem csupa rózsaszín feltőből áll az élet, de az ember attól is ember, szerintem, hogyha kevésbé rózsaszín időszakokat is képes túlélni, és képes úgy túlélni, hogy abból esetleg eredmény is szülessen. És hogyha eredmény születik, akkor az előbb-utóbb visszacsatolódik az embernek a jólétéhez, már belső tartásához, belső jólétére gondolok. Vagy éppen a
az emberek olykor tömeges szeretet megnyilvánulására, amire persze igénye van szerintem mindenkinek, attól függetlenül, hogy bevallja vagy nem vallja be. Karnagy vagy nagy kár. Igen. Azt tudod, hogy a Deák Ferenc találta ki ezt a szót? Nem. És Erkelyre alkalmazta először. Halál, komolyan. Ezt egyébként valahogy belevehetjük, ha akarod. Hát még elment a kamera. Ja. Ja, csak is pont-e. Nincs leállítva a kamera. Aha. Akkor csinálj egy ilyen gag sorozatot, amikor piszkálom az óromat, meg nem tudom, de hülye. Ezért rovarok, bogarak. Nem tudom, melyik a nagyobb halmaz. Állandóan. Kezgetnek. De összességében én egy boldog ember vagyok, azt gondolom. Attól függetlenül, hogy nagyon sok mélypontot tudnék elmondani, de az nem vezet sehova. Tehát, hogy állandóan, ez is egy visszatérő emberi gyarlóság, hogy állandóan a fájdalmainkat, a betegségeinket, a nem tudom miket hangoztatunk, és igazából kevéssé tesszük szóvá, hogyha valami jó ér, már pedig időről időre jó dolgok érik az embert, és ebből lehet táplálkozni, és lehet hálásnak lenni, ami megint nem divat manapság. Szóval, ha mindent egybevetek, én azt gondolom, hogy azt kell mondjam, hogy hát, ha azt nem ismerem mondani, egyformán kiegyensúlyozott, de úgy alapvetően boldog, nagyon sok boldogság forrásom van. Tehát, ergo, mondhatom, hogy boldog ember vagyok. Most gondolkoztam, hogy válaszoljak, mert ez megint nagyképűen hangozna, hogy hát szakmai négy pontom nem volt, de ez hülyeség nyilván. Mondjuk azt azért merném mondani, hogy olyan fokú, átmenetileg vannak, hogy bosszankodik az ember valamit, az nem mély pont, hanem az egy kivihető, vagy átvészelhető dolog. Nyilvánvaló, tehát az attól is függ, a muzsikusokat, meg általában a művészettel foglalkozókat szokták mondani, hogy érzékenyebbek az átlagnál, ezt rám egész nyugodtan el lehet mondani, hogyha azt mondom, hogy rákjegyű vagyok, akkor nyilván alátámasztja. De egyértelmű, hogy a magánéleti mélypontokat azt sokkal nehezebben heveri ki az ember. Téged megbecsülnek a szakmádban? Kezdem úgy hinni, vagy úgy érezni, hogy lassan és fokozatosan talán igen most már. De azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsenek elvárásai. Mindenkinek vannak ilyen fajta elvárásai. De mondjuk az jól esik, amikor észreveszik, szóvá teszik, és valamiben tárgyasul, vagy megnyilvánul az, hogy tettél valamit, vagy a valaminél kicsit többet. És azt visszacsatolják azok, és egyébként apró vissza, magamat ismétlem, tehát ilyen apró visszajelzések számtalan esetben vannak, mert hogyha hát azért koncertem bőven több, mint nem is akarok számot mondani, de hát szóval nagyon-nagyon sok koncertem volt. Két egyházi kórust vezetek, operakórust vezetek, kamarazenekart vezetek, vendégkarnagy voltam elég sok helyen, elég sokszor itthon külföldön. Tehát nagyon sok úgynevezett sikert zsebelhetnék be, tehát vannak pozitív visszajelzések, de igazából az, hogy egy valamilyen időszakot átívelő tevékenységet ugye egységben megítéljenek és egységben díjazzanak vagy jónak tartsanak, az mostanában fordult velem elő az elmúlt mondjuk másfél évben kétszer is, és ez persze, hogy jól esik. És azt gondolom, hogy most már hajlandó vagyok elhinni. Én ezt mindig elárítom magamtól, részleges álszerénységből,
De most már úgy érzem, hogy egy kicsit talán jobban meglátszik az, amit tettem az elmúlt 3 évtizedben. Megfizetik a munkádat? Nem. Nem. De ez viszont nem is elvárás. Tehát furcsa lesz, amit mondok, de amit mondtam, hogy a kamarazenek, amikor megalapult, azt mondtam, hogy az én hátamon lehet fát vágni. Tehát most ezt lefordítva a pénzre, számtalanszor volt olyan koncertünk, hogy az nagyon komoly, és ezt bármelyik muzsikusan megmondhatja, hogy az komoly, fontos szempont volt, hogy a muzsikusaimat lehetőségeken belül, de a legnagyobb mértékben megfizessen, vagy tehát megkapják az aktuális tiszteletdíjukat. És aztán, ha maradt, akkor jó, ha meg nem maradt, ha meg olyan, mondjuk azt, hogy most csúnya szót fogok mondani, megalázóan kevés volt a tiszteletdíj, akkor vagy elmentünk és együtt megettük, ilyen volt, ilyen is volt, ez nagyon emlékszem rá, most nem mondok helyet, de egy 5 nagyon kiváló muzsikus társammal és egy kiváló énekessel egy gyönyörű koncertet csináltunk, most is fel van YouTube-on megnézhető, vagy meghallgatható. Bokerény Stabat Materéről van szó, tehát nem titkos a dolog, Hós Flórával. De amit ott utána tiszteletdíjgyanánt kaptunk, azon egymásra néztünk, mosolyogtunk egyet, és akkor na jó, akkor azt elmegyünk és meghajáljuk. És ez történt. De attól is, tehát ki tudtuk úgy hozni, hogy boldogok legyünk tőle. Szerintem sikerült. Szög? Kérdezi nyugodtan. Okay. Ja, azt bírom, hogy azonnal tudsz reagálni. Tehát nagyon, nagyon is jár a kattoga. Néha úgy érzem, hogy fél szavakból is megértjük egymást. Azért nem. Ne túlozzak. De végeredményben mondhatjuk. Az, hogy azt elmondtad azt a 2-3 mondatot az elején, szerintem rögtön fog tudni, hogy melyiket rám vonatkozólag. Már olyan értem, hogy a mi kapcsolatunkra vonatkozólag, a miért, tehát hogy miért akarsz velem beszélgetni, az egyfelől az is egyfajta visszacsatolás volt nekem, tehát minden emberi kapcsolatból van valami. Vagy negatív, de negatív az annyira sok nem szokott lenni, de szóval az úgy helyére tette azt, hogy nekünk milyen a nexusunk például, szerintem. Nem kell túl dumálni a dolgot, persze, csak bocsánat. De sokat beszélsz? Igen. Hát ezéből kifolyólag, a szakmámból kifolyólag, igen. És ráadásul nagyon sokszor vagyok abban a helyzetben, hogy nem azért, mert művieskedek, hanem meg kell nagyon fontolni azt, hogy mit mond az ember, hogy lehetőleg nem mindig sikerül. Most mosolyognak az összes kollégáim természetesen, legyen az énekkari, a kórustag, vagy bárki, aki ismer engem, hogy nagyon adekvát módon kell egy-egy kérést megfogalmazni, hogy az célba érjen, hogy ne húzza el a próba idejét adott esetben, de teljesen mindegy, értekezleten is, ha úgy adódik, hogy egy teljes más területet mondjak, akkor ki kell tudni úgy szabatosan fejezni magadat, hogy a legrövidebb idő alatt legtömörebben célba érjen a megfelelő gondolat, ha megfelelő a gondolat. Kellene fogalmazni azt, hogy ki vagyok én, ki Somogyváry Ákos. Akkor biztos, hogy benne lenne olyasmi, hogy így kell kezdeni. Hogy nem könnyű eset, de mindenképpen is feltétlenül jó szándékú, még akkor is, hogyha
jó szándékával esetleg ellentétes célt ér el, de ilyen is volt már. Alapvetően azt gondolom, hogy a szeretet munká bennem, és ez megint nem divatos kifejezés, és ezzel mégis hosszú távon úgy gondolom, hogy sok kaput tudtam megnyitni. Ilyen szempontból azt merném mondani, hogy kicsit spontán típus vagyok. Tehát ennek több oka van nyilvánvalóan, hogy vannak művészek, akik 3-4 évre előre tudják a naptárjukba, hogy mikor, hol, mennyiért lépnek föl. Nyilvánvalóan nekem talán azt merem mondani, hogy az az erősségem, ha ilyen van, hogy viszonylag gyorsan tudok reagálni egy-egy adott pillanatra, egy-egy adott eseményre, és akkor abból megpróbálni a jót, vagy a minél jobbat kihozni. Tehát nincsenek sem financiális, sem más olyan forrásaim, amik biztosítják azt így, hogy most én 3 év múlva tudjam, hogy akkor mi lesz. De mindig a közelebb eső dolgokra figyelem az összefüggéseket. Adott pillanatban képes vagyok összekapcsolni látszólag egymástól nagyon távol eső területeket vagy embereket. És ebből most hát többször örömmel vettem észre, hogy ebből sülnek ki jó dolgok, amik magasabb szintre emelik az addigi külön-külön tevékenységet. Ugyan zavar téged, Ákos, amikor nem tudják, hogy ki vagy? Hát nyilván közektől függ. Szeretné az ember, hogy ismerjék a szándékát, a tevékenységét. Ez változó nyilván, tehát egy nagyvárosban ennek manapság akkor van esélye, hogyha éjjel-nappal szerepel a médiában, a megfelelő oldalakon, nem tudom, tehát ez ilyen értelemben nincs elvárásom. Az például egy pozitív élmény viszont, amikor kisebb városban vagy kisebb településen jár az ember, és ezt most nem Gyulára gondolok kizárólag, hanem tudnék mondani több ilyen kisebb települést, ahol megjelensz, és ott léptennyomon emberekbe ott lesz, adott esetben olyan emberekbe, akik tudják, hogy neked vagy számodra mi fontos, meg hogy miként próbálod megvalósítani azokat a dolgokat, amikre rendelve vagy. Jól kibújtam a válaszadás alól? Igen. Szóval zavar téged, hogyha nem tudják, hogy ki vagy. Ezt így nem mondanám, hogy zavar. Volt már olyan, hogy nem esett jól, hogy nem tudják, vagy nem tudták. De megint azt gondolom, hogy ezt meg kéne fordítani, és akkor megismétlem még egyszer, hogy az a pozitív visszacsatolás, a pozitív visszajelzés az örömteli, meg hála adásra készteti az embert. A hálás. Na jó, ez béna volt. Tehát tehát ez nem sport, ahol mérhetőek a különbségek. Természetesen nagyon sarkos véleményem van bizonyos díjak, bizonyos valahova juttatása kapcsán, akár pozitív, akár negatív irányban is. Tehát tudnék konkrétan olyat mondani, ami hát mondjuk azt, hogy a fél szakma fölhördülését váltotta ki adott esetben, jogosan. De
nem tisztem nekem megítélni, hogy engem hova rangsorolnak, amit már kaptam, vagy megkaptam, annak nagyon örülök, tényleg őszintén. Olyan volt, tehát azt merem mondani, hogy talán a legjobbkor jött ez a már említett utóbbi másfél évben kapott két elismerés, mert úgy mondjam, a nagypapakor kezdett én, mert most már 6 éve nagypapa vagyok, kezdtem úgy érezni, hogy hát azért már lassan talán észrevehetnék. És ilyen értelemben nem tudom megint megkerülni Gyulát, a várost, mert számomra az egy nagyon, nagyon kedves momentum volt, és nagyon hálás vagyok érte tényleg, amikor tavaly ezt a Gyulaváros kultúrájáért díjat megkaptam, és úgy éreztem, hogy igen, tettem is érte, és vállaltam, hogy fogok is, és próbálok is folyamatosan ezért tenni. De akkor volt egy olyan véleményem, és most is van egyébként, hogy a legjobb értelembe vett vidéken, ahol a közösségekben sokkal jobban, sokkal rétegesebben ismerik egymást az emberek, tudják, hogy ki mit csinál, vagy hozzávetőleg jól tudják, ott sokkal előbb felszínre kerülnek ezek a fajta elismerések, és bizony a nagyvárosról egyébként is nem feltétlen jó véleménnyel vagyok, annak ellenére, hogy egész életemet Pesten töltöm gyakorlatilag, már életvitelszerűen. De ott annyira elidegenedett a világ, annyira klikkesedett, szóval ott nem egy teljes közösség van, hanem sok-sok kis közösség van, akiknek, hogyha megfelelő a lobby erejük, akkor valakit előre tudnak vinni, előre tolnak. És ilyen értelemben meg azért vagyok büszke a közelmúltbeli elterjesztésre, mert az a Filharmoni Társaság terjesztett föl legutóbb, akit egyébként ő alapított 1853-ban, és akik a mai napig is 178 éve működő szimfonikus zenekar, a legrégebbi szimfonikus zenekar a Magyarországnak, és annyira intenzív, tényleg annyira intenzív volt az elmúlt 3 évünk velük, közös tevékenységben, munkában, egymás inspirálásában, fővárosban, vidéken, tehát több helyszínen, az elektronikus térben, a médiában, hogy úgy gondolták, hogy külsősként, ezt szeretném hangsúlyozni, mert én nem tartozom hozzájuk ilyen értelemben, de külsősként úgy döntöttek titkos szavazással, hogy fölterjesztenek, és ez hihetetlenül jól esett. Tehát amit mondtam, nem ellentételezve, de a kisvárosnak a pozitívabb ismeretével és látásával, az ebben az esetben, ebben a kisebb csoportban, és a hozzárendelt megfelelő lobby erővel végül célba jutott. Ez most nagyon hivatalosan hangzik, de én ettől boldog vagyok, igen. És azt gondolom, hogy elismertek, és ez jól esik. Szerintem nincs olyan szakma, aminek nincs viszonya, valamilyen viszonya a politikához. Tehát teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok, ez most nagyon általános lenne, hogy azt mondjam, hogy nagyon sok jó és nagyon sok rossz döntés van, de tehát vannak rossz döntések is. Független attól, hogy én összességében abszolút egyetértek azzal az irányjal, ami most a mérvadó. Legyen az család, legyen az gazdaság, legyen az művészet. Ettől függetlenül a részletekben sokszor vannak olyan döntések, vagy olyan események, amivel az ember nem tud azonosulni, nem tud azonosulni se, vagy egyetérteni se, vagy kifejezetten akár még károsnak is ítélheti. Akkor jó egy rendszer, hogyha
nyilván bizonyos idő elteltével, de képes arra, hogy reparálja magát, tehát hogy a hibás döntéseit részben vagy egészben kijavítsa, helyette másikat hozzon. És legalábbis törekvés szinten ezt azért úgy gondolom, hogy ez megvan. Tehát nyilván nem akarunk sem direkt, sem indirekt politikai szállat ebbe belevinni ebbe a beszélgetésbe, de tény az, hogy nagyon sok terület kapott olyan megsegítést az elmúlt időben, ami az előző sok-sok évre vagy évtizedre nem volt jellemző. Inkább mondunk három negatív példát, mint hogy egyszer észrevegyünk egy pozitívumot, egy pozitív példát, és azt felemlegessük, és azt ne készként, ne magát elértetődőként fogadjunk el. És ez veszélyes szerintem. Tehát, hogy mert tudnék, ez a boldogság gátja. Hogyha mindig a negatívumot emlegetjük föl, és nem tudjuk észrevenni akár kis jót is, akkor az biztos, hogy a depressziónak, a visszavetettségnek a meleg ágya. Beethoven nem tudta lezárni a műveit. Így. Én nagyon becsülöm a vidéket, a vidéki embereket. Ezt időről időre szeretik szembeállítani a városi vagy fővárosi, különösen fővárosi embereket a vidékiekkel. Ugyanúgy őszintén és közelről tudom tisztelni a kétkezi embereket. Édesapám nem volt tudathasadásos, de egyszerre volt mérnökember, és 4 óra után pedig kétkezi munkássá vált, mert ahhoz, hogy a családot egyensúlyba tudja tartani, nagyon sok munkát vállalt, és konkrétan villanyszerelőként dolgozott. És én fiatal gyerek kamaszkoromtól sok éven keresztül időről időre jártam vele villanyszerelni, úgyhogy papírom ugyan nincs róla, de azért erre nagyon büszke vagyok, és amikor viszonylag fiatalon, ahogy már mondtam, elvesztettük őt, akkor megörököltem tőle a szerszámait, és a mai napig nagy becsben tartom ezeket. Előfordult már jócskán a szakmám közepén vagy derekán, hogy fölhívtak olyan idős egykori kuncsaftjai, akik mondták, hogy kedves karnagy úr, tudjuk, hogy mással van elfoglalva, de ha esetleg az ideje engedné, elromlott egy konnektor vagy kapcsoló, hogy hát nem jönne el hozzánk. És akkor fogtam, felnyaláboltam apám szerszámait, elmentem hozzájuk, ők is nagyon boldogok voltak, és én is nagyon boldog voltam, mert apunak a legközvetlenebb keze által fogott szerszámaival tudtam meg javítani azt, amit kellett. És az is egyfajta. Tehát mindenben meg lehet látni az örömet, és ez meg aztán végképp. Tehát ez egy síron túli átadás volt. Mit hoz a jövő, Ákos? Remélem, minél több unokát. A jövő 56 évesen, vagy 55 éves elmúltan nyilván valamilyen jövőképe még van az embernek, de nem feltétlen abban a horizonton gondolkodik már az ember, hogy az ő személyes, tehát az engem érintő személyes jövőm mi lesz, hanem sokkal inkább a gyerekeim, meg az unokám, vagy unokáim, a majd leendő unokáimnak milyen jövője lesz, az aggaszt. Akár úgy, hogy eléggé érzékeny vagyok, ráfigyelő vagyok a világ jelenségeire, és konkrétan úgy érzem, hogy a fiaim életét még talán
talán kisebb-nagyobb megrázkodtatásokkal meg tudják élni, de nem vagyok biztos abban, hogy az unokáim, tehát a következő generáció az tehát abba az irányba mennek a folyamatok világszinten, amiben mi most magyarok kisebbségben vagyunk, akkor felemészti magát az emberiség, azt gondolom. És ezt nem hiszem, hogy nagy szavak, és nem mástól loptam, hanem mindent egybevetve. Én nagyon szeretem a szociológiát, és nagyon kezdettől fogva tanultam még főiskolán, és mindig is nagyon is érdekeltek a társadalmi folyamatok, a mozgások. És most úgy érzem, hogy minden részletet egybevetve nem mi vagyunk a dominánsak, akik azt gondolom, hogy többé-kevésbé azért józanul gondolkodunk, hogyha azokat a folyamatokat nem lehet megállítani, amik a világban zajlanak, most lehet az ökológiára beszélni, lehet az emberi tevékenységre beszélni, a különböző izmusoknak a térhódítására, akkor megismétlem, az emberiség sanszos, hogy emészti saját magát. Szívesen aktualizálnék konkrétan, de az elmúlt másfél évünket nagyon nyomasztóan határozta meg ez a bizonyos velünk érő betegség hullám, ami sok mindenre ráébresztett szerintem sok mindenkit. Engem például arra, hogy bár fontosnak és jónak érzem azt, amit az ember próbál tenni az életében, de egyik pillanatra a másikra kiderül, hogy nem is biztos, hogy olyan nagy szükség van rá. És azért én remélem, hogy nem így van, de azt feltétlenül levontam belőle, amit sajnos inkább kevesebbszer, mint többször hallok idősebb kollégáktól, hogy mondjuk úgy, hogy ereje teljében, vagy még teljesen önazonosan képes legyen valaki azt mondani, hogy én itt most befejezem, itt most leteszem a lantot, azt a tevékenységet, amit folytattam eddig, azt jó szívvel átadom a következő generációnak. Nagyon sok helyen a saját szakmámban láthattam, hogy az utolsó pillanatig görcsösen ragaszkodnak a adott szakmának a nagy öregjei egy-egy pozícióhoz, egy-egy címhez, és egy nagyon közeli jó élményem, hogy a Kórus Szövetség élén most például olyan váltás történt, amire azt lehet mondani, hogy ereje teljében és szakmai pályája csúcsán levő egykori kedves tanárom egyébként azt tudtam mondani, hogy igen, átadom a következő generációnak a stafétát, és nem ezzel összefüggésben, de nekem is van egy közeli jó élményem, hogy egy a fiamékkal hasonló korosztályú, egészen fiatal karnagy kollégát meghívtam másodkarnagynak magunkhoz, és egyre több feladatot adhatok át neki, és ez nem a lustaság, vagy nem a kényelem, hanem az öröm, hogy felismertem azt, hogy képes rá, és jól fogja csinálni, és minden erőmmel azon vagyok, hogy az a társaság, az a kórus, vagy kórusok, akikkel dolgozunk együtt, őt teljes értékűnek tudják elfogadni, mert azt gondolom, hogy ez a kulcsa annak, hogy méltósággal az ember és időben
tudjon visszavonulni. Ez nem azt jelenti, hogy én most rögtön és azonnal és minden területen szeretném letenni a lantot, de egyfajta fokozatosságot abban a elég sokrétű tevékenységben, amit folytat az ember, akkor kell elkezdeni megválni tőlük, megválni ezektől a feladatoktól, amikor még teljes megítélési képességében van az ember, azt gondolom.